Köszöntöm a nézőket! Amiről ma beszélgetni fogunk, örökös aktualitást élvez. Hónapokig várjuk, napokig készülünk rá, sokan mégsem vagyunk tisztában az ünnep jelentésével. Akivel ma erről beszélgetni fogok, nem más, mint Frau Hammer Krisztina néprajzkutató. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is köszöntöm a nézőket! Az első kérdésem talán a legfontosabb. Mik azok a hagyományok, népszokások, amik a karácsony kapcsán régen jelen voltak? Talán ott kezdeném, hogy a felkonferálásában említette, hogy örök idők óta várjuk, vagy nagyon régóta várjuk. Nagyon érdekes az, legalábbis számomra nagyon érdekes az, hogy a 11-13. Századból már vannak adatok az adventre. Nyilván karácsonyt ünnepelték, de az adventre vannak adatok. És a 16. századtól tudjuk egészen konkrétan 1570-es évtől azt, hogy az adventi időszak az egyház évben ilyen nagyon kitüntetett szerepet kapott, mert hogy én innen kezdeném, hogy a karácsony ennek az adventi időszaknak a fénypontja, vagy a tetőpontja, ha úgy tetszik, mert egy egész időszakról van szó, egy négyhetes időszakról, amit szoktak Úrjövetnek is mondani, és a neve is azt mutatja, hogy ez az az időszak, amikor arra várunk, ugye, hogy minden évben újra és újra megemlékezhessünk Jézus születéséről. És ez a keresztény világban ugye az egyik legnagyobb ünnep, hiszen Jézus eljövetele lesz az, aki, vagy ami a hívek számára, illetve a földön élő valamennyi ember számára az üdvösséget elhozza. És milyen konkrét hagyományokat tudunk, amik ezen kívül még fennmaradtak? Igen, erről nem beszéltem, ugye a történelmi gyökerekről esett eddig szó. Hát a hagyományok. Azért is emeltem ki az adventi időszakot, mert a hagyományok azért az egész adventet végig kísérik, és a hagyományoknak is ugye van egy tetőpontja, ez a karácsony estéje. Talán kezdeném ott, hogy ez az egész időszak egy böjtös időszak volt. A böjtnek ugye van egy olyan szimbolikus jelentése, hogy a böjt, ez egy olyan időszak, vagy egy olyan lehetőség, amikor az ember lemond dolgokról, kicsit másra figyel, nem a mindennapi szokásaira, dolgaira, hanem azokat egy kicsit hátrább téve, mondjuk tényleg az elcsendesedik és a várakozásra figyel, tehát hogy ezt mindenképpen kiemelném. Mai napság ez a gyakorlat, ez a hagyomány szinte teljesen kiveszett, sőt, talán inkább a másik oldal az, ami megfigyelhető, mert ugye a céges ünnepségektől kezdve a karácsonyi vásárokon át, fesztiválokon át mindenhol ünnepeljük az egész adventben a karácsonyt étellel, itallal, mindenféle földi jóval. Hát ezen kívül ugye említhetjük Borbála napját, András napját, Luca napját. Ezek az ünnepek pedig arra utalnak, hogy itt a várakozás mellett az adventi időszaknak van egy másik nagyon fontos szála is, mégpedig ugye ez az év utolsó időszaka. Az az időszak, amikor mindenki nagyon szeretné azt elérni, hogy a következő év termékeny legyen, gazdag legyen, egészséges legyen, és ennek a három napnak, Lucának, Borbálának, Andráshoz kötődő szokások, azok mind ilyen termékenység varázsló jellegű szokások. Mondjuk Borbála, András napján, Luca napján is, például önre nézek, fiatal lányok nagyon-nagyon sokféle módon próbálták ugye a jövő évi férj keresést bebiztosítani maguknak. És hát az adventi ünnepkörben e három napon kívül is több olyan szokásunk volt, kántálás, a lucanapi kotyolás, amelyek mind ilyen termékenység kívánó, termékenység jósló, jó kívánság mondó szokások voltak. És hát akkor nyilván ezeknek a szokásoknak a végén következik 24-e, karácsony napja. Ez volt ugye a legnagyobb ünnep, karácsony napjának a fénypontja az esti vacsora volt, és a vacsorát követő éjféli mise. És az egész időszakban, még ehhez az éjféli miséhez és az adventi ünnepkörhöz azért kapcsolódott jó néhány egyházi ünnep is, ami pedig arra volt hivatott, hogy az embereket ugye emlékeztesse, vagy lehetővé tegye az embereknek azt, hogy az evangéliumnak a történetét ugye újra átéljék, felelevenítsék. Gondolok itt például a betlehemezés szokására,
aztán volt egy ilyen szokás, hogy szálláskeresés. Itt ugye Máriának, Józsefnek azt a életének azt a epizódját játszották el, itt Szeged környékén is élt ez a szokás, amikor ugye Betlehembe mentek, mert Augustus császár ugye népszámlálást rendelt el, és akkor Betlehembe érkezve kerestek maguknak valamiféle szállást. Tehát élt egy ilyen gyakorlat is. Aztán itt Szeged környékén élt még egy nagyon szép szokás, legalábbis a neve nagyon szép, Angyali Vigasság, ez volt a neve. Ez is egy ilyen jó kívánságmondó szokás volt, az angyali üdvözletről szóló éneket elénekelték, karácsonyi énekeket énekeltek, és jó kívánságokat mondtak. És akkor zárásképpen még egy hagyomány és szokás, ami azért hívő emberek körében még ma is él, ma is bevett, a hajnali miséknek a gyakorlata, a roráte miséknek a gyakorlata, aminek egy nagyon-nagyon szép szimbolikája van, és arra is felhívja a figyelmet, hogy itt ez az időszak nem csak a jövő évi gazdagságot szeretné biztosítani, nem csak Jézus születésére várunk, hanem Máriának az istenanyasága is egy nagyon fontos szimbóluma ennek az időszaknak. Ugyanúgy, ahogy a hajnalban ugye várjuk azt, hogy a hajnal után földerengjen ott valahol a látóhatár végén a fény, és világosságot hozzon. Ez a kép, ez nagyon szépen szimbolizálja ennek az egész adventnek a mondani valóját. Máriát szokták hajnalként, a piros hajnalként emlegetni, és ugye a nap, a feljövő nap, az pedig Jézus, aki a fényt hozza majd a világba. Mi lehet az oka annak, hogy ezek a népszokások feledésbe merültek? Én talán azt mondanám, hogy, vagy legalábbis szeretjük hangsúlyozni a néprajzosok körében azt, hogy igen, ezeknek a szokásoknak egy jelentős része feledésbe merült, de itt van egy folyamatos átalakulás, egy folyamatos változás, ami tetszhet is, vagy nem tetszhet, tehát bosszankodhatunk, hogy egy csomó szokás feledésbe merült, nyilván helyette mások léptek életbe. Az életmód megváltozott, gondoljunk csak arra, egy nagyon egyszerű dolgot mondok. A hagyományos paraszti világban a karácsonyi időszak az a pihenésnek volt az időszaka. A téli álom átvitt értelemben időszaka volt. Mai napság ez az időszak miről szól? Az évvégi hajtás, gyorsan fejezzük be, gyorsan zárjuk le, ünnepeljük meg, értékeljük, egyebek. Tehát, hogy csak ez az apró példa is szemlélteti, hogy itt nagyon nagy változások történtek. Nyilván az áru dömping, a kereskedelemnek a megváltozása, ennek az egész helyzetnek a mindennapjainkba való beszivárgása, hát az is gyökereiben megváltoztatta ezt a szokást, és nagyon sok adatunk van erre, és már több történész is kutatta, vizsgálta azt a kérdést, hogy bizony így számolnunk kell azzal is, hogy a szocializmus időszaka alatt azért itt voltak egész konkrét tudatos intézkedések arra vonatkozólag, hogy ennek az ünnepnek a valós egyházi tartalmát például teljesen kigyomlálják a köztudatból, és teljesen átalakítsák, formálják, és kivonják bizonyos elemeit ennek az ünnepkörnek. Tehát egy nagyon összetett dolog az, hogy miért változtak ezek a hagyományok. Vannak benne természetes folyamatok, vannak akár politikai, tudatosan irányított folyamatok is, és hát az egész globalizációs folyamat, ami a világban tapasztalható, nyilván ez sem hagyta érintetlenül. Ahhoz, hogy megéljük, vagy inkább átéljük ezt az ünnepet, mennyire fontos, hogy tisztában legyünk az előzményével, vagy a történelmével? Hát én azt gondolom, hogy ezt az egyének magának kell maga számára eldöntenie, hogy ő a karácsonyban mit ünnepel, hogy ünnepli, milyen mélységben próbál ennek az ünnepnek a hátterét megismerni. Én azt gondolom, hogy talán itt az egyének van a legnagyobb szerepe. És ha általánosságban nézzük, akkor mennyire vannak tisztában mindezzel? Én azt gondolom, hogy azért a karácsonyi ünnepkör és a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő egyházi tanítás azért Magyarországon legalábbis széles körben ismert, ha nem is mondjuk a például szálláskeresés története, talán mondjuk az nem biztos, hogy mindenki ezt az epizódot precízen fel tudja is eleveníteni, de ha arra gondol, hogy karácsony, akkor az mindenki számára szerintem egyértelmű, hogy Jézus születésének az ünnepe,
Természetesen ehhez még járulnak ilyen általános dolgok, hogy a szeretet ünnepe, a család ünnepe, az együttlét ünnepe, de én azt gondolom, hogy alapvetően ismert ez a tartalma az ünnepnek. Az angol szászoknál már hagyománnyá vált, hogy a Mikulás hozza az ajándékokat, szinte összemosódik a Mikulás és a karácsony. Ennek mi lehet az oka? Én azt gondolom, precízen nem tudom, ezért mondom azt, hogy azt gondolom, hogy talán itt az ajándékozás szokásában, gyakorlatában kell keresni a megoldást, mert hogy a különböző kultúrákban, a különböző régióiban Európának más és másképpen alakult az, hogy ki hozza az ajándékot. Egyébként régen az ajándékozás szokása sem kapcsolódott egyértelműen a karácsonyhoz. Láthattuk azt, hogy itt az évvégi szokásokban is, ugye ez a termékenység, varázslás olyan módon is megnyilvánult, hogy több ilyen ajándékkérő szokásunk volt gyakorlatban. Tehát benne volt azért a hagyományokban ez az ajándékozás szokása, de ennyire erősen, ilyen hangsúlyosan, mint most, nem. Az, hogy bizonyos területein Európának az angyalka hozza, más területein a kis Jézus hozza, megint másút a Mikulás, megint másút ugye a télapó hozza. Én ebben különösebb ilyen gyökereket vagy eltérést nem érzékelek, vagy nem látok. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Legyen áldott, békés karácsonyuk. Viszontlátásra!